Na sziasztok, szép jó napot kívánok mindenkinek! Hát, hogy is mondjam, az utóbbi időben voltak az OBS-sel kisebb-nagyobb problémák, és akinek ilyen problémái vannak, azon most per pillanat tudok segíteni, illetve jóformán nem én jártam utána, hanem Orbán Peti, Pety. Ezúttal is köszönöm szépen. Ugye az OBS elkezdett akadozni, és nagyon sok streamernél látom az utolsó 2-3 napban, hogy akadozott. Petinél is probléma volt, olyannyira akadozott neki is, hogy effektíve arra gondolt, hogy ő már abba hagyja a live-olást, mert egyszerűen nem tudta felfogni, hogy mit lehetett a probléma. Hát a probléma a következő volt, a legutóbbi, tehát legalábbis Peti szerint, de több mint az, hogy az volt, legutóbbi Windows 10 frissítésnél, ugye a Windows 10 az konkrétan ezt a gaming módot bekapcsolta. Fogta magát és bekapcsolta. Igen, csak a probléma az volt, hogy maga a hogy is mondjam, az OBS-nek a ez el is húzom, vagy mi a neved, előnézet az laggolt. És ugye videókártyától függően volt, akinek nagyon laggolt, volt, akinek kevésbé, Petinek pedig 1050 Ti-je volt, nagyon laggolt, nekem 970, GTX 970 picivel kevesebbet lakult, de viszont streamnél észrevehetően akadt. Na már most Peti King elmondta, hogy mi a megoldás erre. Ugye bementek Windows, ide bementek Gépház. Természetesen nekem itt van a más kódat. És akkor itt van ez, hogy játék. Bementek, és itten a játék sávot kikapcsoljátok, ugye, hogy ne legyen. A felvételnél, hát én a rögzítés háttér, blablabla, én ezeket kikapcsoltam mindent, illetve ezt is a játék üzemmódot, ezt kikapcsoltam, és akkor már is megszűnt a probléma. Úgyhogy akinek ugyanaz volt a problémája, mint nekünk, illetve más streamereket is láttam, akik voltak foglalkoztak, azok így tudják megoldani, tök egyszerű. És ha már úgy legyen kövér, én csináltam egy beállítást, nem tudom, hogy kinek milyen, de én per pillanat most erre esküszöm, lehet, hogy egy kicsit túlhúztam a bit sűrűséget, bit sebesség sűrűség, bit sebességet. Ne, nálam ez vált be. Tehát VBR 48000, kiváló minőség, profile high-on, a szintet az autón. Ide nem tettem a két. Próbáltam úgy, hogy kettest írtam ide, tehát a kulcs képkockákat, időzítést kettest, akkor négyest, de nullán hagytam, automatikusan magától kiválasztja úgy, ahogy akarja, az úgy működik, ahogy akar. Úgyhogy nálam nagyjából ezek a beállítások, úgyhogy Petikém, próbált ki te is. Az alapján van, amit te küldtél nekem Facebookon, annyi különbséggel, hogy CBR helyett VBR, tehát hogy variable legyen, és 10.000, illetve 18.000 helyett 48.000-re húztam fel. Most innen majd az OBS azt csinál, amit akar. Na, hát akkor nagyjából ennyi volt ez a kis szöszönet. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és még egyszer köszönöm szépen Orbán Peti, hogy utána jártál, és így módon tudunk valamit kezdeni ezzel a problémával. Na, koszi nektek, pá!